Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez meg a Limworld folytatása. A vámpír törzsünkkel. Lássuk, ha jól emlékszem, akkor a... Igen, ezt a ceremóniát még nem ejtettük meg. Ez most nem teljesen tiszta, hogy miért. Így éppen, amit el tudok képzelni értelmesen, hogy el akartuk kerülni a... Hogy hívják ott? Az extra büntetést a morálra. De úgy vélem most már érdemes lenne betolni azt a pszichonikus képességet. Ó, kapunk majd némi hasznos cuccot bányászatból. Ó, az nagyon jó, hogy maradt egy ilyen gyógynövényünk. Bár annyira nem kritikus, hogy abból dolgozzunk, de nem fog ártani. Inkább a drogokon alapul, úgy látom. Prissy? Te ki vagy? Mi vagy? Ja, valami megmentett emberkénk. Kérdés, hogy hasznos-e nekem. Too smart? Ja, annyira nem rossz. Annyira nem is jó. Van annyira jó a kaja helyzetünk. Ketten itt alszanak. Még kettenek van egy, úgyhogy van egy harmadik szobánk. Mondjuk annak nem örülök, hogy vannak itt viszonylag komoly problémák. Te hozzá tartozik quest, vagy csak simán fogoly vagy? Azt hiszem csak simán fogoly. Ja, konvertálni akarjuk. Hogy áll? Sehogy, mert... Ja, ó, igen, mindenféle nem túl baráti beültetéseket végeztünk rajta. 4-es orvos továbbra is nem jó, de nem olyan katasztrófa. Ó, az egyik legjobb szociális karakterünk. 4-es értékkel. Állatokhoz is ért. 4-es főzéssel legyen. Nem jó, de legyen. Inkább 2-esen. A többiekhez képest, akik nagyon gyérek, nem érdemes, de mondjuk jó, itt van egy lelkesedés 8, tehát azért alapvetően ez így jó. Vadászat azzal semmi gond nem lesz, ha csatlakozott a majd megnézzük. Construction, hát ne nagyon erőltest. Növény, majd megszokod. Bányászat. Hát 4-essel annyira nem rossz benne. Jó. Igazából egy kutatóvonalon nem állt. Úgyhogy akkor annyit megtehetünk. Annyira nem kritikusak ezek a kutató feladatok, meg a vámpírunk úgyis elsődlegesen kutatni fog. Jó, van-e velem egyéb gondunk? Különösebben nincs. Betegség nem. Jó, a sört azt... Azt alapvetően passzintsa le, már csak azért, hogy ne az legyen a fegyvere. Jó. Hát, legyen ez a fegyvered. Mert nem látok semmi hasznosabbat. Lehetne egy acélkés, de attól nem vagyunk előrébb. No, mit kapott?
Burden, az az egyik legjobb az elején, amit kaphat. Az ellen abszolút nincs kifogásom. Jó, lelépnek. Meglátjuk. Nem egy szuperizmos helyzet, de mondjuk most egyre úgyis még gyógyulgat. Jó, egyelőre ne legyen drog, azt hagyjuk meg a tulajnak, a vámpírunknak. Ja, és utána őt is konvertálni kell. Hihihihihi. 3%. Van-e rituálénk? Kicsit nagyobb eséllyel konvertáljuk ott. Nem sok valójában, 16%. Na mindegy. 16%-kal teljesen és instant konvertáljuk. Ahelyett, hogy 2-3%. Igazából börtönön kívül nem hiszem, hogy konvertálni tudjuk, de ott se valószínű. Mondjuk. Ahohoho. Ez szerencse volt. Ez abszolút szerencse volt. Instant egyből konvertálva. Jó. Akkor ezt megoldottuk. Ez több mint szerencsés. Ó. Tudtunk kiszedni a fogolyból, nem sokat, de mindegy, valamennyit. Hát több fényünk nem nagyon. Ó. Ezt kapcsoljuk ki. Addig éghet, amíg, ha már be van gyújtva, mert nem kapjuk vissza az üzemanyagot. Jó. Van némi, de nem túl sok. Jó, kajánk van, azzal nincs baj. Hát a bányászatra meg majd egyszer rámennek. Egyszer folytatja valaki. Technikailag már elkezdték ezt a tárolószobát. Ezt konyhának terveztem, ugye ez lesz a műhelyszoba. Van egyéb termelőnk? Nem, már egy a crafting spotot az valószínűleg fene tudja. Lehet, hogy a butcheringet fogjuk először letesztelni, lecserélni. Tooling, ha valamit csinálnánk. Chemistry. Mivel olyan drogunk nincsen, hogy áll, igazából szerintem megvárj, takarítsunk be, és akkor azt elemezgetheti majd. És akkor utána mehetünk majd valamikor a prototípusra. Mert igen, lehetne most itt valamilyen feladatot kiadni, és akkor ezt a toolingot behozni. De igazából így is, úgy is kell majd a növény. Fiona, azt hiszem, mi az egyik legjobb. Nem jött be. Nem sok kell, csak egy kérpötty. Hanem majd valaki rácuppana. Eclipse. Mert pont hiányoztál. No, és hiszem megy is elemezgetni. Insulting spree. Azt jó lenne, ha nem csinálnád. Főleg ilyen félhalottan. Egyébként mi volt a bajod? Fájdalom, íjja, hát. Az ellen nem tudok sokat tenni itt az elején. Van egyéb gondja? Különösebben nem. Jó, hogy a szórakozásból is kimaradt. Ja, hogy hívjákban? Ennek azért nem jó, mert akkor most addig zaklatja Fionát, amíg neki se lesz majd jó kedve. És akkor indulhat a probléma hullám. Aztán mind a ketten mennek a kórházba, mert ugye összeverekednek.
Jó. Egy-egy ilyet dobjunk be. Majd meglátjuk. Ó, most már más valakit is zaltlat folyamatosan, mert túl egyszerű lenne. Remek. Ja, valakivel majd csak össze tud verekedni. Csak eléri. No. Nem szokott ilyen sokáig működni ez szabadon. Jó, egyik sem vesztett el érdemben semmit. Akarom-e azt a gyógyszert elkölteni? Nem akarom, de... De mindegy, nem fogjuk nem elkölteni. Majd remélhetőleg előbb-utóbb tudjuk pótolni. Munkások, három embert kérne az ötből, 22 napra. Nem azt mondom, hogy 12 bogyó, vagy néhány hasznos cucc, de az egy picit sok. Egy embert még, nem azt mondom, hogy elfogadnék, de azon legalább el lehetne gondolkozni. Egy emberen el lehetne gondolkozni. Hogy akarom-e. Ennyire gyors ez a konvertálás egyébként? Nem túl gyors. Azt hiszem. Nem tűnik olyan túl gyorsnak. Azt hiszem az első... nem itt, hanem itt. Ehhez azt hiszem csak 4 kell, ugye? Igen. Úgyhogy azt ebből az ötből bármikor elkezdhetik, ha olyan kedvük van. Na akkor most látjuk, hogy mennyire gyors. 10%! Azt úgy érzem érdemes megvárni. Utána jó kérdés, hogy mit akarunk. Mert igazából ez semmire nem alkalmas, ez a karakter. De egyébként is problémáznak, mert nincsen rabszolgánk, úgyhogy lehet, hogy egyszerűen behúzzuk. Hogy áll willpowerben? Nem túl sok. Nem lesz egy minőségi példány, de arra jó, hogy a minuszt megspóroljuk, sőt, talán pozitívba áttoljuk. Mondjuk akkor kéne egy szoba is neki. Ez a szoba akár lehet. Ugyanúgy 3. Hát, fekvőhelyet, mert ágyat nem mondhatok. 60-60 ilyenünk van, abból azért lehetne csinálni 2 ágyat, ha megtalálom. Jó, az nagyon nem örül neki, mindegy, legyen itt. Van egyszer plain, meg light leather. Az emberbőrből meg nincs elég, ugye? Mert ez ember nem az egy ruha. Csak úgy néz ki, mint egy darab bőr. Jó. Akkor ez plain, meg egy light leather. És ha nem teljesen gyérek, akkor mondjuk legalább arra jó, hogy... Hát nem egy minőségi. Jó.
Mindegy, arra jó, hogy mindkettő kap egyet-egyet. Ja, és Kazuko. Ez meg technikailag Prissié egyenlőre, aztán majd kiderül, hogy hogyan lesz, vagy nem lesz. No hát, kaptak ruhát, vagy mi a szállást. Kicsit jobb szállást, mint amiük eddig volt. Arra majd mondhatják, hogy némileg jobban tetszik nekik. 500 kaja, meg még 600 kaja, az egy jó darabig most elég lesz. És hamarosan jön a gyapot, akkor abból majd kap mindenki rendes szállásokat, hát rendes most ilyen cuccokat. Kazuko nekiáll a trombó pisztolyokkal, meg bunkókkal. Majdnem képesek vagyunk. Jó. Hát ez még nagyon messze, nem ez? Forever. Igazából akkor szerintem ez is mehet így. Még kell 12 pont. Itt van 4, itt van 7 pont. Az 11. Mondjuk utána, hogyha elszívják a drogot, akkor abból kapunk ilyen klinikai tesztet, ha jól tudom, jól emlékszem. Márpedig Jared valószínűleg majd rácuppan. Mert ugye ő mindenféle drogfélét szeret. Mondjuk, akár lehetne a többieknek is odaadni. Transportpod, mindjárt megnézzük. Ja, végtelen inzultálások. Ő meg a fájdalomra. Ó, és kapott viszont inzultálást is. Az jó. Tehát ha a problémát nem generáljuk aktívan, akkor mindenki jól lenne. Az egy közeli csapat, akivel jóba akarunk alapvetően lenni. A bunkódat elfesszük. Nem ártana, de... nem tudom, hogy akarom-e. Nem te, hanem... valaki, aki nem csinál semmit. Áll, az nem is tudom, hogy mire van az a feladat, de... mindegy. Mentsük meg. Aztán majd meglátjuk. Ja, hogy amíg nem mentjük meg addig. De egyébként mennyire van? Nem olyan vészes a helyzete. Hát, kapjon rendes kaját. Na nem, mintha lenne rendes kajánk, de ha lenne, akkor kaphatna. Az a baj, hogy le fogják zabálni a kajáimat. A nyavajások. Na, meg a növényeimet. Yeah. Jaradnak kéne vér. Nem is kevés. Akkor spuriz mindenkihez egy adag vérér. Priscit békén hagyjuk, mert erről nem áll olyan egészségi állapotba, hogy ezt biztonsággal megejthessük. Oké, és akkor a végtelen bányászatokat folytatják. És nekem most már tényleg rossz, bár tényleg csak ez a inzultus probléma. Mi a fájdalmja? Igen, kimaradt, hogy ez a fájdalmat nem fogjuk tudni elkerülni nagyon-nagyon sokáig. Na, és 16 évesen lett
Rákos, az teljesen jó. Ez még mindig a S. Itt lassan lejárnak. Mondjuk, ha aludni menne, akkor jobban járnánk. Mert alvás közben majd szépen lejárnak a problémák. Oké, arrébb rakt ezt a követ, és utána máshol elkezdett bányászni. Ez teljesen logikus. Ezt abszolút értem, nem. Na mindegy, legyen így. Na, alszik, az jó. És akkor alvás közben 8 óra alatt majd lejárt gyakorlatilag az egész inzultus probléma. De nem, muszáj volt kimennie dolgozni a alvás helyett. Fiona, ő is sértegetve? Igen. 9 óra. Mondjuk az első az pillanatokon belül lejárt. A kaját majd megoldja. Ha akarja, mert van annyi kajánk, amennyit akar. Valahol megette a kaját, nem tudom, hogy hol és hogyan. Jó, azért lassan alakul ez a szoba is. Na hát, egyelőre itt próbálunk rendbe jönni ebből a sértegetés hullámból. És úgy rendbe jönni az egyéb gondokból. Lassan téged megtérítünk. Az azért egy fél siker. Fiona mehet újra. 21%. Az nem rossz. Az nem rossz. Az a baj, hogy még mindig 2 vagy 3 beszélgetés. Reméljük nem lesz. Igen. Mi lenne, ha valaki adna neki kaját? Igazából azt nem ezt levehetjük. Most igazából ezt is, ha annyira nem akarnak védettséget a fertőzéstől, akkor így járnak. Előbb-utóbb összeszed. Oké, kapott kaját. Nem tudom, hogy ezen miért kellett ennyit küszködni. A pessimis... akarom én ezzel összeszedni? Hát csak azért, hogy van, de attól még nem lesz jobb. Szerintem megtartjuk addig, amíg lesz egy újabb emberünk, akit már nem akarunk megtartani. Az 5. embert, a Priscit, azt még befogadjuk, de ha mondjuk egy 6. embert ránk sóz a játék, például ő random akar csatlakozni, akkor szerintem őt elküldjük egy ilyen outpost létrehozására. Továbbra is egy darab bunkó. Azonnal támad, azonnal támad. Jó, gyertek ti. Ezt akartam elkerülni. Mert most leesett nullára, és akkor most egy random hülyeségben elkezd 50%-ban binni. Remek. Oké, fölkeltél, akkor már jöhetsz. Az egy nagyon jó lövés volt. Az egy nagyon jó lövés volt. Remek. Mi
milyen sérülést kapott, alapvetően egy kisebb aprólék, bunkó, 90 ezüst, azon nem fog rosszul jönni. Szerintem a koponyáját kiszedjük, a többi egyenlőre. Hát majd fölszecskázzuk nyilván, arra reményre, hogy valami lesz belőle, valamit kapunk, aminek így van értelme. Polcok még nincsenek, pedig az jól jönne, hogy őszinte legyek. Jó, itt várjuk. Matt Boomeret. Oké, ezt, mondjuk ezt a hármat kihoznánk. Hát oké, hogy Jarednek kell-e vadászni, ha túl közel jön. De ideális az lenne, ha a két pisztolyos lelőni, amíg elég messze van. Persze nem garantált. Az a találat, az tetszett. Oké. Mert fölrobban. És jó lenne az, ha nem a vámpírunkra robbanna. Remek, ezt megúsztuk. Minden gond ellenére. Van elég? Nem igazán. Azt se látom, hogy... Ah, dehogy nem. Persze... Kérdés, hogy mennyit akarunk csinálni még. Azt hiszem, ide bedobunk egyet. És... kap egyet a vámpír a saját szobájába. Bár a kórházba is lehetett volna rakni, miután hárman ott élnek most. Na jó, túlzás. Csak ketten. Hát igazából már sokáig ő se. Oké, dezertáló nem kell. Leginkább azért, mert nem akarom összerúgni a port a birodalommal. Eléggé halálos lenne a minőségi csapatunkra. Körülbelül egy darab ilyen birodalmi katona az feldarabol minket mindenestül. Úgyhogy hozzá se tudok nyúlni. Olyan szinten nem vagyunk arra a feladatra még fölkészülve. Nem is akarunk. Mennyi emberbőrünk van? Oké, akkor Priszi kap egy ágyat. Azt hiszem így. Így szimpatikus nekem. És nem túl meglepő módon ez az ő ágya lesz. Kiváló, annak örülök, mert abból nem egy hamar lesz potenciális ismétlés. Mert ezeket a bőröket... betakarították? Vagy megette a nem tudom ki. Vagy hova lettek. De komolyan nem tiszta, hogy itt most hova lett az a rengeteg kaja. Lehet, hogy megették a trombók. Mert itt én egyáltalán nem látom a ruhát, a betakarított gyapotot. De lehet, hogy csak vak vagyok. Ezt mondjuk jük. Sőt, szerintem ezt kiixeljük annak érdekében, hogy véletlenül se egyék meg. Bár lehet, hogy akár el lehetne kezdeni egy kis mutációt. De miután semmilyen opcióm nincs kontrollálni,
Úgy érzem, az nem feltétlenül lenne jó ötlet. Majd ha tudjuk, hogy mit csinálunk, mondjuk esetleg a kedves kis emberkénket elindítjuk. Nagyon nem izgat, hogy ő vele mi történik, hogy őszinte legyek. Sőt, te igazából semmit nem kapsz. Be lehetne tolni. Nézzük meg. Milyen bonyolultságot okoz. Kapott egy kacsa átalakulási opciót. Tehát egy kacsává alakítjuk. Meglátjuk. Részleges kacsává alakulást. Kap egy csomó mínuszt. Majd felteszem, ahogy átalakul, úgy megszűnik. Kérdés, hogy visszanőnek az elvesztett végtagjai ilyenkor, vagy a továbbra is elveszett. Vagy akkor nő vissza, hogyha mondjuk gyíkká alakul, ami aztán elmúlik. No, történik is ezzel valami? Fiona terhes. Jó. Vagy hát relatív. Vagy meglátjuk. Mondjuk olyan rosszul kajából, hogy ne férne bele egy gyerek. Sokkal több már nem. De akár belefér egy-két gyerek. És azok kiváló állományai lesznek a különféle outpostoknak és egyebeknek. Ja. Ő kapott egy kis mérgezést. Nőnek a tollak a testén. Madár. Részlegesen madár. Na hát, majd látjuk, hogy mi lesz, vagy nem lesz ebből. Mennyire lesz kacsa a vége a milyenségének. Na, most már tökre boldog. Jó, benne van, hogy a katarzis adja a nagyobb részét. Nem gombát evett, úgyhogy ő neki az a baja. Hol áll egyébként? 30%-on. Mindegy, azt hiszem a következő nap a beszélgetés után most már le lehet tolni arra, hogy áttérítsük. Favágás, hát most az egyenlőre még nem probléma a favágás, bár nem végtelen a fakészletünk, elég sok van, de nem végtelen. Hát ebből gyorsabbat vártam, hogy őszinte legyek. Mindegy, most már lassan megnőnek ezek a növények, és akkor utána lesz egy csomó alapanyaga feladatra. Meglepő, hogy nem is szuppant rá a drogra. Pedig ő fogyasztója az ilyeneknek. Lelkesen általában. Sőt, menjen el szívni. Hoppá, 6 pontot egy menetbe bekaptunk, azért mert elszívott egy cigit. Kis vicces cigit. Na hát, az bőven megérte. És akkor innen már tényleg csak be kell fejezni ezeket a egyéb feladatokat. Hát, egy-két nap.
Lehetett volna egy picit gyorsabb, de mindegy, így alakult, így alakult. Gonosz köd. Különösebben nincsenek kint hagyott cuccaink, úgyhogy nem zavar. Nem jó, de nem zavar. Egyelőre a monolitot békén hagyjuk. Majd szerintem akkor piszkáljuk, ha találkoztunk szörnyikékkel, és mondhatjuk, hogy akarunk megoldást az abból eredő problémákra. Hát, ha segít ebbe a monolit. Meg nem ártana, hogyha mondjuk két pisztolynál izgalmasabb távolsági fegyvereink van lennének. Mondjuk nem egy hamar lesz, de úgy szeretném. Ja, Prissy, járulj hozzá egy kicsit a vérállományhoz. Hát aztán fel is töltjük akkor magunkat. Nem volt kötelező, de mindegy, tegyék. Tudom, akár aludhattak volna tovább. Ez már rajtuk áll. Az nem tetszik, hogy a... Oh-oh! Oké. Egyre rosszabb és rosszabb cuccok. Bár el van látva, úgyhogy... Satöbbi. Milyen szint kéne a kiszedéshez? Tízes orvos. Ugye te sem vagy tízes orvos. Úgy emlékszem, nem. És neked sincs. Remek. Callaway. Ha jól emlékszem, te sem voltál az orvos bajnok. Mondjuk a hetes orvoslással ő a legjobb a csapatba, de azért a hét az pont olyan, mintha négy lenne vagy öt. Arra a feladatra, hogy 10 kell. Így is, úgy is mérhetetlenül messze van. Tényleg hova jutott a... Így. Itt ott alakulnak, a testén meg teljes móka. És 7% madárlás. Cucc már lejárt. Majd meglátjuk. Meddig megy. Ja, időnként kell neki aludni. Most olyan nagyon rosszul nem állunk, úgyhogy szerintem mehet. Nem azt mondom, hogy jól állunk. Az is egy erős túlzás lenne. Az a baj, hogy előbb-utóbb le kell vágni azt a lábat. Így jártam. Jó. Aztán meglátjuk, hogy s mint alakul. Bármilyen... Ó, majd egy ilyen cucc az kell. Mondjuk ide. Hosszú távon, nagyon hosszú távon. Legalább ennyivel előrébb vagyunk. Jó, kapjon némi szépítőt. Is. Kaptok egyet, ennyivel érjétek be. Oké, van egy koponyánk. Hát akkor azért egy újabbat másoljunk le. Mondjuk ide. Az még díszítő elemnek ebbe a szobába belefér. Ennyi fát hajlandó vagyok elpazarolni. Úgy érzem, belefér. Nem jó, de nem is rossz. Gyenge minőség, hát az lehetett volna jobb, de így jártam.
majd egyszer javítunk, vagy sem. Lelkesen. Ad elég fényt egyébként? Azt hiszem, igen. Azt hiszem, ad elég fényt. Nem sokat, de eleget ad. 18, arról azt hiszem már át. Elvileg 19-et konvertálunk rajta. Juhú, meg vagyunk. Oké. És akkor próbáljuk meggyőzni arról, hogy ő velünk akar élni. Mint másik fajta személy. Jó, annyit megtehetünk, hogy ezt ide így befolyatjuk. Nem sikerült, nem jött be. Jó. Most nyilván ezzel egy csillió feladatot kapnak, hogy szállítsanak, de belefér. És akkor ezt a szobát felspóroljuk, felszabadítjuk. Most olyan nagyon egyéb feladatunk úgy sincs. Úgyhogy ez határeset, de belefér. Oké. Gombászat alakul. Lassan. És akkor elkezdik hozni a cuccokat. Lassacskán. Azt továbbra is elzárjuk, hogy csak úgy random ne essenek bele. Az nem lenne egy mókás állapot. No. És akkor előrébb vagyunk. Egy fokkal, nem sokat, de előrébb. No. És... S továbbra. Ambrózia. Hol? Hát... Jó. A legtöbb az megy pedarálásra, és nem is zavar. Azért néhány túléli. Abban a formában, hogy ide még nincsen meg a növényünk, ugye? Ide majd a Hill Root lesz. Soha napján telepítve. Oké. Na hát. Kezdünk valahol állni. Mennyi? Fél idő? Na, nagyon messze. Még negyedénél tartunk a pihenésénél. Úgy. 30-40 naponta, majd egy hétre elmegy, 4 napra elmegy pihizni. Éhes, meg mi egyéb. Tényleg, hogy áll az ő karcinomája? Egyelőre megvan. Úgy látom ennyi. 7%-nál megállt. Szerintem akkor kapsz még egyet. A kísérlet kedvéért. Ó, köd abban marad, annak örülünk. Jumper felgyógyult és távozik. Hát, akkor jó kapcsolat lesz belőle. Guzmorf. Másik madár, ilyen szempontból mindegy. A kacsa az valószínűleg jobban érdekelt volna, de mindegy. Madár-madár. Repül-repül.
egyforma, amennyire meg tudom ítélni. Nem ismerem, hogy melyik mit ad, úgyhogy nekem aztán mindegy. Na hát, terjednek a tollak. Alapvetően egyébként kicsit jobb hőtűrést biztosít. Úgyhogy ilyen értelemben abszolút hátrány nélküli egyenlőre ez a rész. Picit jobban bírja a hideget, picit jobban bírja a meleget. Ez még majdnem olyan, hogy mindenkinek megadható képesség lenne, ha csak ennyi. Ez még csak tisztán előny. Ó, és akkor elkezdik a drogot gyártani. Ó, mindjárt meg is vagyunk. Valószínűleg a következő adaggal meg lesz. Picit több, mint egy pont. Van-e még itt kijelölt feladat? Van. Hát azzal a két menettel meg is lesz. Simán. Annak örülök. Azt hiszem... Hát egy pár széket kirakhatunk. Azért van a fa, hogy használjuk értelmesen. És akkor előrébb állunk. Na, és felteszem, amikor megvan ez. Igen. Nem jelzi sajnos egyértelműen, de mindegy, ezen már nem veszünk össze. Ezt csináld addig, amíg van. Ebből csináld addig, amíg van a raktáron egy, mondjuk. Normál minőségig. Azt hiszem nála van egy gyenge változat. Hát ha prototípusnak tudtunk gyengét csinálni, akkor szerintem tudunk normál minőségűt. Callaway megvan. Ó, azért is kaptunk egy fejlődési pontot, remek. Na, mit jelent ez? Próbáljuk elnyomni, az nyilvánvaló. Jó, és azért takarítottuk ki azt a szobát, hogy ide három ágyat berakhassunk olyan elfogadható formában. Hát azt hiszem elég bőrünk még nincsen a további ágyakhoz. Majd esetleg, ha végre ezt betakarítják. Kutatás. Igazából sör az nem lenne rossz. Miután a vámpírunknak igénye van rá. Próbáljuk meg. Nem azt mondom, hogy könnyű feladat lenne, de... Fa meg acél, az simán megvan. Ez előbb-utóbb... Azt hiszem ültettünk, ugye? Nem ültettünk hopszot? Ha, akkor megvan, hogy mit nem ültettünk. Eddig. Akkor még jó, hogy valahol hagytunk egy nem túl nagy, de használható zónát. Elég nagy zónát. Majd egyszer kitisztítjuk. Hopsz, hopsz, hopsz. Az egyetlen gond, hogy ez iszonyú sokáig fog tartani, amíg megnő. Hát iszonyú sokáig, jó néhány nap. Ez rizs, ugye? Nem, ez hejgrasz. De az ugyanúgy nem segít rajtam. Jó,
tényleg nem ültettünk, sőt ki se jelöltünk. Így jártunk. Ja. Pedig akkor egyszerűbb lenne a kutatás, ha lenne. Mindenféle növények, tehát ez a 80% simán megvan. Nézegethetünk cuccokat. Akkor ezt ne kapcsoljuk le, ne bontsuk el. Sör, meg egyebeket visszafejthetünk. Megkészíthetünk sört. De az még elég messze van. Ha nem egy gyors menet lesz ez a kutatás. A ruhának jobban örültem volna, fejlettebb ruhának, vagy ilyesminek. De hát ez van. Most kezdjük. Jó lenne, ha nem veszítenénk el. Esetleg egy kis oltásba belekezdenétek. Nem azt mondom, hogy szuper kritikus, de azért nem ártana, hogy őszinte legyek. Nem lennék ellene. Ja. És akkor ebből meg lett a heal root. Nem mintha lenne hozzá ismeretem. Tudásom. Úgyhogy egyenlőre ott az ambróziát meghagyjuk. Quest. 21 napig valakit tartsunk el. Az mondjuk nem egy rossz könyv. Construction, Eltex West. Nem azt mondom, hogy nem rossz, és igazából el tudjuk tartani. Bónusz jó kapcsolatot kapunk, ha 50% felett tudjuk tartani a morálját. Annak azért kétségeim vannak. Jelenleg... Nincsenek... Hát technikailag van ágyam, de nem sok. És főleg nincsen minőségi ágyam. Hát igen. Majd egyszer ez lesz rendezve. Jó. Lelkesen megérkezik. Minőségi vendégünk. Ó, tényleg Callaway-t is rendezni kell. Ez egyértelmű. Hát ennek nincs értelme. Ő az elsődleges szakácsunk. Hát... Nem nagyon. Oké. Hát neked meg más nincsen, mint amit tudnál csinálni. Nem mintha lenne hol ilyen visszafejtéseket csinálni. Ahhoz még kéne valamilyen, akármilyen épület opciónk. Na, jön a szövet. Ha marad a tűz. Jó. Akkor épít... Nem, hanem szövetből. Építhetünk ágyakat. Oké, azért elmennek, meg mondjuk es... Hát, az speciál nem zavar. Összes elektromos kütyümet kilőheted. Az a kevés egyike, ami nem zavar. Azt a fát jó lenne, ha nem égetnénk el. Népek. Szökik. Már most szökik? Ez egy kicsit sok, nem?
Jó, értem én, hogy 17 nap mitől függ? Jó, hát nem nagyon kezeltük az elnyomását, azt látom. Meg nincsen semmi eszközünk, amivel elnyomnánk. Ilyen ruhák, meg egyebek. Ezt tudjuk gyártani, ez meg nem arra van még. Jó. Rissi, beszélgess vele. Te is beszélgess vele. Te is beszélgess vele. Igazából ti is. Van valami pszionikus képességed? Nincs. Nem valószínű, de akár lehet itt is volna. Na, kapott azért egy 50% elnyomást. Hogy valahonnan fölmart egy kést a nyavaja. Ó, nagy kis asztmával érkezett, csak hogy könnyű eset legyen nekem egyből. Jó. Ó. Hol áll? 15% gúz. És időről időre tud tojást tojni. Ne kérdezd, és ne érde, és ne tudj, és felejtsük el, hogy hogyan. Mert teljesen jó. Jobb nem tudni. Egyébként semmilyen hátránya nincsen. Továbbra is a folyamatnak. Ennek a folyamatnak. Egyenlőre. De akkor így lehet tojást nyerni, extra tojást. Beleül az égő cuccba. Én értem, hogy játékmechanika meg mi egyéb, de azért ez így kicsit extrém. Copy. Ja. Egyébként mennyi van? 130. Az még kettőre elég. Akkor az egyiket lemásoljuk. Az egyik... egyik ilyet. Az utolsó adagból meg majd a... Kelovének csinálunk majd egy ágyat. Az azért segít, nem sokat. Oh, hogy ez a ruha az neki túl jó. Oké, akkor... Tényleg egyúttal egy minimális szórakozást mindenkinek kijelöljünk, az nem fog ártani. Jó. Egyelőre az még nem sok minden lenne, amit itt enged. De azt hiszem azzal járok jobban, ha meztelen. Aztán majd rákényszerítek ilyen egyszerűbb ruhákat, ami nem probléma. Azt hiszem. Jó, hát a fájdalmat azt magadnak kérted, bár lehet, hogy ez is okoz.
És számolja, hogy hány tojást készített. Remek. Ott van. És nincs megtermékenyítve. Továbbra is ne kérdezzük. Oké. Okay. Napi egy tojást tojik innentől kezdve, Calloway. Akkor nem is olyan haszontalan. Nem is olyan haszontalan. Mint elsőre tűnne. Vagy, hát, na. Hogy mondjam. Oké. Okay. Egyéb részei, majd meglátjuk. Mondjuk kaphatna egy lábat, azzal előrébb lennünk azért. Jó, ezt a haszontalan cuccot, amitől csak lelkesebben tudsz megszökni, azt nem kérem rád, azt vedd le. A többivel most hadd legyen rajtad, az nem érdekel. Hogy őszinte legyek. Az belefér. Na hát, ha alakulunk valamennyire. Nem sokat, de valamennyire. Az epret már el tudják ültetni, az jó hír. Akkor az ötös értékig eljutottunk. Jó, hát a maszkot azt felszedheted, az nem érdekel. Á, még nem raktuk át, de mondjuk nagyon nem olyan vészes. Maradhat ez be a ruhába, majd akkor rendezzük, ha lesz mit rárakni. Ami hasznos és értelmes. %50 Á, beszélnek vele, csak az annyira gyenge, hogy szinten marad. Azt hiszem ez azt jelenti. Nem annyival nő az elnyomott állapota, hanem egy kicsit sem jutunk előre vele. Annyira gyengék. Hát tényleg, hát azért legyenek a biztonságos zónába. Tényleg, előbb-utóbb most már be kéne zárni itt a bogarakat. Vagy levadászni. Hát azért annál picit erősebbek, hogy azzal megküzdjünk. Hogy őszinte legyek. No, hát szerintem innen fogjuk folytatni legközelebb. Már ennyi.